is számtalan programmal várták az érdeklődőket a nyitott templomok napja alkalmából a belvárosi Ótemplomban. A gyerekeket a kertben kézműves foglalkozás várta, míg az épületben az egyházközség fenntartásában működő három intézmény, az Aranyosi Ágoston, a Szőnyi Benyámin és a Betlen Gábor iskola diákjainak rövid műsorát tekinthették meg a látogatók. Én úgy gondolom, hogy ez azért fontos ez a rendezvény, mert egyrészt valóban a vásárhelyieknek, vagy éppen már a délután folyamán is voltak itt a városban látogató visszatérő vásárhelyiek, vagy éppen a városban látogatók, megnyílik előttük a templom, ami egyébként sincsen állandóan zárva, ezt azért tudni kell, és ehhez kapcsolódóan megismerhetik az itt élők azokat az értékeket, amiket itt a templomi közösség hordoz magában. A belvárosi Ótemplom a város legöregebb, még ma is álló épülete, több mint 300 éves. A torony 1713 és 14 között, míg maga a templom 1720 és 21 között készült el. Bernácki Ferenc történész, különleges, valószínűleg Tornyai János készítette fényképeken mutatta be a kápolna történetét. 1892-ben már elég rossz állapotban volt, még a 18. század elején meg elkészített ugye karzatok és a szószék korona. Ezért az egyházközösség ezt lebontotta, újat építettek helyette, és ezek a karzat deszkák, szószék korona, papok padja, ez egy része Tornyai Jánosnak a műtermébe került be, aki aztán azt részben, egyedül részben pedig Kis Lajos a későbbi néprajzkutató segítségével ugye restaurálta. A programból idén sem maradt ki a toronymászás, így azok, akik a tériszonyt és a 100-nál is több lépcsőfokot legyőzték, a templom tornyából csodálhatták meg a belváros panorámáját.